Sziasztok! Ismét itt vagyunk. Hát nem tudom, hogy talán látjátok a helyből, most bevonultunk egy irodába. Ezt azért tettük, egyrészt sokan ajánlották, hogy a téli hideg elől húzódjunk be, de most éppen jó idő van, süt a nap, ezzel együtt más programok miatt kénytelenek voltunk ezt az irodát választani, ami nem olyan nagy baj, mert egy új szemléltető eszközünk van, mint látjátok, egy gyönyörű nagy tévé, vagy ha úgy tetszik, kijelző, ahol meg tudjuk azokat a képeket, amiket eddig csak így kinyomtatva tudtunk mutogatni. Nem tudom, hogy ez benne van-e a képben, ez itt fönn. Például, tehát ilyen képeken, azt most meg tudjuk mutatni nagyobban ezen a kijelzőn. Az automata váltót kezdtük el a múltkor, ugye beszéltünk a CVT-ről, és beszéltünk az automata váltó egyik nagyon fontos eleméről, ami ugye a Prius erőátviteli rendszerének is a lelke tulajdonképpen, a bolygóműről. Úgyhogy ezzel is kötném át a mesét az automata váltókról. Ugye a bolygóműről megbeszéltük, hogy egy gyakorlatilag azt mondja, hogy ez egy 5 alkatrészből álló szerkezet, persze lehet több bolygó kereke is, tehát ez csak attól függ, hogy mekkorára vesztük a napkereket, ugye ez a középső napkerék, ez a 3 a bolygókerék, és kívül van a koszorúkeréknek nevezett nagy belső fokozású kerék. Meg is kérem a Mikét, hogy léptessünk tovább, mert akkor egyet még tudunk tisztázni, hogy a bolygókerekek nem egyenként hajtanak, hanem szépen be vannak téve egy ilyen csillagba, és tulajdonképpen ez a csillagnak, végre találtam egy ilyen ábrát, ez a tengely forog. Tehát itt jön be a motor, mondjuk egyszerű esetben, itt hajt be a napkerékre, a koszorúkerék kereket azt vagy megfogjuk, vagy nem, tehát az attól függ, hogy hogyan akarjuk használni, a bolygómű borzasztó sok mindenre alkalmas, attól függ, hogy éppen melyik részét hajtjuk meg, a három fő elemének, mert igazából ez három tengelyen vehetjük le róla a hajtást, vagy vihetünk be a hajtást. Ugye egyrészt a napkeréken, ugye a középső kerék, a bolygókerék tartón, ugye az egy tengely, és a harmadik pedig az lenne, hogyha ha a koszorúkeréknek is adnánk kihajtást. De általában ezt nem feltétlenül ragaszkodunk ehhez, mert ugye ahogy akkor megbeszéltük, például a kétfokozatú váltót nagyon könnyű ebből úgy csinálni, hogy alaphelyzetben lefékezzük, a sebességváltó házához rögzítjük a koszorúkereket, és akkor, ha a motor behajt a napkerékbe, akkor egy lassító áttétellel, ami a napkerék és a koszorúkerék fokszámával arányos, de nem teljesen, egy plusz egyet hozzá kell adni, jön ki lassító áttétellel a hajtás. Ha pedig azt csináljuk, hogy ezt az egész rendszert valamilyen kapcsolóval összezárjuk, tulajdonképpen bármely két elemét, akkor ez fixé válik, és akkor egy 1:1 áttételt csinál. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy automata sebességváltó, egyébként normál sebességváltóban is meg lehetne ezt így oldani, csak hogy ezek az elemek viszonylag drágák, sokkal egyszerűbb ezzel a szinkronos fogaskerékpáros rendszerrel megcsinálni a kéziváltót. Bár el kell mondani, talán akkor is megemlítettem, hogy korai motorkerékpárokon alkalmaztak ilyet kétfokozatú váltóként, mert borzasztó egyszerű volt. Nagyon jó benne, hogy nagyon lapos szerkezet volt, a hátsó kerékbe szerelték, volt a motor főtengelyére szerelték közvetlenül, hiszen a koszorúkerék finom megfékezésével a kuplungolást is ki lehetett váltani. De nem ezzel kezdenénk most mégsem, hanem közben lobogtatom, azért érünk rá videózni, mert elkészült egy újabb automagazin, ezt az elején akartam mondani, elnézést, hanem lépjünk egyet tovább, mert képben is, mert ahhoz, hogy ide eljussunk, tehát a bolygóműves része az automata váltónak, ahhoz előbb itt is egy kuplungra van szükség. Tehát amit itt is említettem, hogy az egyszerű bolygóműnél ugye a koszorúkerék finom megfékezésével kuplungot tudunk csinálni, de az automatákban az nem így működik. Itt látható egy kuplunként is szolgáló szerkezet, amit én elég komplikáltnak látszik, ezért én megpróbáltam modellezni. Sőt, ugye az egyik kommentelőnk az nagyon aranyosan dobta föl a történetet, hogy nagyon várja a citromot, úgyhogy hoztam is citromot, de nem ezen fogom megmutatni, hanem én próbálnám ennek a működését valahogy oly módon elmagyarázni, hogy én gyártottam egy ilyen lapátkereket. Ha jól megnézzük, egyébként ebben is egy lapátkerék van elrejtve, majd mindjárt megmutatom, hogy hogy. És azt kéne elképzelni, remélem látszik itt az ábra nagyjából, hogy van mondjuk egy ilyen, mondjuk ilyen alakú, vagy rajzolottam a rendes stadion görbe alakú medencénk, és ez pedig, amit a kezembe tartok, ez egy lapátkereket szeretne stilizálni, vagy bemutatni. És ha elképzeljük azt, hogy
Ugye lapátkereke van a lapátkerekes gőzhajónak, de lapátkerék dolgozik például a vízi malmokban is. Ugye ott a víz hajtja a lapátkereket, a lapátkerekes hajónál pedig a gőzgép vagy a dízelmotor hajtja a lapátkereket, és az mozgatja előre a hajót. És én arra gondoltam, hogy ha azt elképzelitek, hogy ide teszek egy lapátkereket, amit én hajtok egy motorral, és ide teszek egy másik lapátkereket, akkor mi történik? Ha ezt elkezdem tekerni, akkor ugye a víz elindul, illetve ha így tekerem, akkor egyébként arra indul el a víz, szépen elkezd áramolni, és meg fogja hajtani a másik lapátkereket, tehát megvalósítottam egyfajta erőátvitelt, méghozzá szó szerint hidraulikusat, hiszen vízzel. Na most ez autóban azért nem lenne könnyen beszerelhető egy ilyen medence, ezért azt találták ki, hogy ezt a lapátkereket, meg én megpróbálom megmutatni, az beszerelik egy házba. Ezt is tudom modellezni, hát egy kicsit gondolkoztam rajta, hogy hogy lehetne, mondjuk elmondom, hogy hogy jön ide a citrom. Beszerelik egy ilyen házba. Na most el tudjuk képzelni, hogyha egy ilyen házat alkotok, és ezt mondjuk föltöltöm olajjal, mert itt valójában olajjal van föltöltve, és megpörgetem, akkor az olaj itt ki akar törni minden irányba, ugye, ahogy ezek a vezető lapátok irányítják. Ha ezzel én szembe teszek egy ugyanilyen szerkezetet, amit most én lusta voltam legyártani, bocsánat, tehát azt kell képzelni, hogy ebben is van egy ilyen lapátkerék, és így szembefordítom vele, akkor az történik, hogy ha az egyiket meghajtom, mondjuk a motorral, az ugye megpróbálja az olajat kitolni, ugye a lamellák mentén, vagy ezek a lapátok mentén, a másik félben pedig, most mint másik felet mutatom, hogy ezt a felét úgy is hívjuk, hogy turbina, nem turbina, na, hű, szivattyúkerék, a másik a turbina kerék természetesen, tehát ez a szivattyúkerék, mert ez szivattyúként szolgál tulajdonképpen, ez nyomja ki az olajat, és a másik a turbinakerék természetszerűleg, ahova az átlendülő olaj belekapaszkodik, hát ezt ügyesebben is meggyárthattam volna, az átlendülő olaj megkapaszkodik ezekbe a lapátokba, és elkezdi ezt hajtani. És így ugye a kettő együtt tud forogni, és mivel olaj biztosítja az átvitelt, ezért ez csúszik, ezért nem kell csúsztatni, hanem ő maga csúsztat, ezért képes finoman elindulni. Amit így mutattam, így két darab volt, képzeljük el, hogy ebben is van egy ilyen lapátos szerkezet. Ez egy hidraulikus kuplung, tehát nem egy hidrodinamikus nyomatékváltó, hanem egy hidraulikus kuplung, ami tényleg arra alkalmas, hogyha elkezdem a motorral hajtani, egy idő után a másik fel a turbina kerék és utána megy, és szépen adja tovább a nyomatékot a mondjuk bolygóműves sebességváltó felé. Hol jön ide a narancs? Ezért szokták narancssal vagy citrommal modellezni ezt, mert a narancsnak ha kivesszük a belét, akkor pont egy ugyanilyen formát vesz föl. Tehát ezért azt szokták elhelyezni, hogy a narancsot pörgetjük meg, és annak ugye az viszi át a nyomatékot, az viszi át az olajat. Csak én úgy gondolom, hogy egy ilyen laposabb tányérnál jobban érezhető, hogy hogyan dobódik ki ebből az olaj, amikor forogni kezd. Na most nézzük meg, hogy néz ki ez egy valódi szerkezeten, sőt, itt ez meg van cifrázva egyel, mert ez egy hidrodinamikus nyomatékváltó már, tehát ennek a hidraulikus kuplungnak egyfajta tovább fejlesztése. Itt van a szivattyúkerék, itt látható, ebben nem tudunk belenézni, mert ugye így mutatja a kép, de körülbelül ugyanúgy néz ki, mint a turbinakerék, ugye majdnem olyan, mint a tányér, ha megnézzük, itt próbálom hozzá hasonlítani, benne vannak ezek a lapátozások. Egy nagy trükk van benne, hogy itt középen is van egy vezető lapátozás, ami befolyásolja azt, hogy a szivattyúkerékből hogyan tud átáramlani az olaj a turbinakerékbe, és ez azért nagyon jó, mert innentől kezdve ez nyomaték növelésre is alkalmas, tehát tudni kell azt, hogy a hidrodinamikus nyomatékváltónak az egyik, azért is nyomatékváltó és nem egyszerű kuplung, az a borzasztó nagy előnye, hogy a fordulatszám különbségtől, tehát a szivattyú és a turbina közti fordulatszám különbségtől függően képes nyomaték növelésre, minél nagyobb a fordulatszám különbség, annál nagyobb a nyomaték növelése, és ez kétszeres lehet körülbelül. Tehát amikor elindul a szivattyúkerék, elkezdi pörgetni a motor, ez jól lemaradva követi, ekkor akár kétszeres nyomaték növelés van, és utána, ahogy a fölveszi a fordulatot, ugye szépen egy idő után azért fölveszi a fordulatot a turbinakerék, akkor ez a nyomaték növelési képesség lecsökken. Tehát emögé is kell azért egy sebességváltó, meg ez az 1:2-es áttétel sem elég, bár én úgy emlékszem, hogy volt olyan automata váltó, az amerikai csináltak, ahol semmi más nem csináltak, csak két hidrodinamikus nyomatékváltót egymás mögé tettek, és ez már bőven elég volt ahhoz,
hogy az autót előre vigye. Tehát az automata váltós váltókban, az automata váltós autóban, a hagyományos automatákról beszélünk, tehát nem a dupla kuplungosokról. Milyenekről ez tölti be a hidrodinamikus nyomatékváltó tölti be a kuplung szerepét, és egyben nyomatékmódosító hatása is van, ami nagyon kellemes nekünk különben, hiszen ha például egy nyomaték valamiért gyorsítani kell az autót, akkor nem csak azzal tudjuk gyorsítani, hogy visszavált mechanikusan a sebességváltónak a része, az a bolygókerekes, amire mindjárt rátérünk, hanem akár csak azzal is, hogy ez a hidrodinamikus nyomatékváltónál, ha nagy gázt adunk és a motor fölpörög, föllép az a bizonyos fordulatszámkülönbség, és innentől már van egy nyomaték növelési képességünk. Egy baja van a hidrodinamikus nyomatékváltónak, ami miatt korábban nagyon utálták nagyon sokan, ez pedig az, hogy a hatásfoka nem túl jó, ami általában jellemző a hidraulikus rendszerekre és szerkezetekre, hogy a hatásfokuk nem túl kiváló. Ezért találták ki, ez nem is van régi találmányen 30-40 éves, hogy legalábbis azóta használják általánosan, az én 1985-ös pólóautomatámban már volt ilyen, hogy összezárják, amikor nincs arra szükség, nincs erre a nyomatéknövelő hatása, meg nincs kuplungolásra szükség, egyszerűen összezárják a turbinakereket és a szivattyúkereket és a turbinakereket egy kuplunggal, és innentől kezdve, itt is látható a kuplung, összezárják, és innentől kezdve megszűnik ez a veszteség tényező, onnantól kezdve merevvé válik a kapcsolat, ezzel egy olyan 20% fogyasztás növelés lehet elérni. Tehát azt tudom mondani, hogy nekem volt egyszer egyik autó még olyan, még a 90-es évek elején egy Opel Kadett C volt, automata szintén 75 lóerős, hát 3 fokozatú váltóval, az 13 litert fogyasztott százon. Látni lehetett, ha az ember vidéken járt, hogy hogyan fogy a benzin az autóból. A pólóm, ami szintén automata volt, de abban már a harmadik, negyediknek volt ilyen áthidaló kuplungja, annak a fogyasztása már 14 liter volt, holott abban az 1.6-os Volkswagen motor volt, erre biztos sokan emlékeznek, erre a 8 szelepes 75 lóerős motorra, ami kéziváltóval és simán fogyasztott 9-10 litert. Tehát ez ilyen szinten egy előre lépés volt, de most mi is lépjünk előre, tehát ez a kuplung szerepét és egyben nyomaték növelést végezvinni képes szerkezete az automata váltónak, itt hajt be a motor tulajdonképpen, és ezután jön a tényleges váltórész, ami a bolygóművekből áll. Na, itt van egy automata váltó kompletten, itt látszik ez a hidrodinamikus nyomatékváltó, itt van a kuplung elől, itt van benne még egy ilyen lengéscsillapító, itt hajtja lefelé az olajszivattyút, ugye az automata váltónál ugye itt is van olaj, az egészben van olaj, sőt a vezérlése olajjal megy, tehát olajjal kapcsolgatja a különböző dolgait, a fokozatokat. Ezért nagyon fontos, hogy főleg a régi automatáknál, de a maiaknál is, hogy nem szabad vontatni az autót álló motorral, hiszen akkor az olajszivattyú nem működik, nem kap olajat a rendszer, garantáltan viszonylag rövid távon, pár kilométer alatt tönkre lehet tenni az automata váltót, azzal, hogy automata váltós autót nem vontatunk, hanem kizárólag tréleren visszük. Annyit bír ki a váltó körülbelül, hogy ha egy mosón át kell menni, egy olyan mosón, amin át, a saját kerekén gördül át az autó, az egy ilyen vonszoló szerkezet. Segítségével, na ott lehet azt megtenni, hogy üresbe téve átmegy, annyit azért kibír. Tehát itt látszik, hogy itt a hidrodinamikus nyomatékváltó, és itt jön utána a sok-sok bolygómű egymás után szépen összekapcsolva, és ezek, tulajdonképpen ezek valósítják meg a fokozatokat. Azt mondtuk, hogy az egyszerű bolygómű, például itt is látható, tehát itt látszik napkerék, bolygókerekek, ott a bolygókerék tartó, itt látszik, hogy ide van bekötve, itt van a koszorúkerékből, csak ennyi látszik sajnos. Az két fokozatra jó igazából így, hát persze többet is tud, meg mondom, mást is mutat, akár hátramenetet is lehet vele csinálni, amire föl is használják. Ezért, ha több fokozatot akarok, akkor például az egy módszer, hogy több bolygóművet teszek be egymás mögé a váltóba, de ezt is már túlhaladták, volt két nagyon, én azt mondom, hogy okos mérnök úr, az egyiket Simpsonnak hívták, mint a családot a rajzfilmben, a másikat pedig Gravignonak. De ezt le kell írnom, nem tudom, itt van ez, ezt ha nem jön, belefér a képbe. C
Szóval így írják azt az urat, aki azt az urat, ejteni szerintem Rabinyónak ejtik, erről az jut eszembe, van a Ocskai Zoltán barátom fogalmazta meg így, hogy a francia az a nyelv, ahol leírnak simán három betűt, három magánhangzót azért, hogy utána kiejtsenek egy negyediket. Ugye őt is úgy mondjuk, hogy Ravignó. Ő találta ki azt, hogy egybe lehet építeni, és a Simpson a másik, azért úgy se felejtsük el, hogy egybe lehet építeni két bolygóművet. A Ravignónál a koszorúkerék közös, a Simpsonnál pedig a napkerék közös. Ugye a napkerék, ami középen van, ugye itt látszó lehet, hogy napkerék, itt látszanak napkerekek, és az a Simpsonnál közös, ugye a Ravignónál, én nem is nem látok benne a Ravignót, mert ugye az kéne, hogy a koszorúkerék legyen közös, ott a koszorúkerék közös, ez azért nagyon jó, mert egy ilyen Ravignó hajtás, egyetlen egy, az képes három előremeneti fokozatot és egy hátrameneti fokozatot megvalósítani. Tehát a régi egyszerű automatákban volt egy hidrodinamikus nyomatékváltó és volt egy Ravignó csoport, és ezzel el volt intézve a történet. Na de hogyan kapcsol az automata? Nem hoztam át egy, de áthoztam egy ábrát, ezt nem tudom, hogy fogjuk megmutatni. Tudnék, az automatában a legérdekesebb szerintem ez, amit a két fokozatnál már beszéltünk, hogy valahogy megfogjuk a koszorú kereket. Itt látszik is egy ilyen szerkezet, ami a koszorú kereket fogja. Szerintem léptesünk arra, Miki, arra fogunk léteni kettővel, szerintem. Itt egy automata váltó látszik. Na, itt van. Ez egy nagyon hasonló lamella szerkezet, mint ami a motorkerékpárok kuplung szerepét is betölti. Tehát látszik, hogy vannak olyan lamellákban, amik külső fogazások, vannak, amik belsők. Na most itt, ha például a belső, az mondjuk a koszorúkerékhez kapcsolódik, a külső meg a házhoz, akkor talán el lehet képzelni, hogy ezt így összezárom, összeszorítom, akkor azzal a házhoz rögzítem például a koszorúkereket, és azzal már tudok fokozatot kapcsolni. Na most, amit én nagyon érdekesnek vagy fontosnak tartani, bemutatni, viszont ez kell a szemüveg, hogy számszerűleg menjünk vissza az automata váltóra, hogy mondjuk pont azt a váltót én annyira nem néztem meg, de nézzük csak meg, itt van benne egy fék, két fék, három fék, nem, ez már kuplung, bocsánat, ez szerintem kuplung, egy, kettő, három kuplung van, itt van előttem, itt hoztam egy másik ábrát, ami egy hasonló, sőt, nem, csak hasonló, ez váltót mutat, ez egyébként az a CETEF 8HP váltó, konkrétan ez, az is a 8HP, csak az a 70-es, az a nagyon nagy nyomatékot, és az egyik legutolsó, ez egy kicsit korábbi szerkezet. Egyébként itt látható egy közös napkerék, amilyen például a Simpson hajtásban is van. Tehát itt látszik, hogy azt mondja, itt mondja is, hogy kuplungok, itt van 1-2-3 kuplung, ahogy mondtam is, 1-2-3, még jól is mondtam, kuplung, és itt vannak a fékek. Tehát az érdekes, hogy egy automata, legalábbis nekem ez érdekes, hogy az automata váltó is tele van kuplungokkal, tehát mondjuk ugye a korunk nagy vívmánya a dupla kuplungos sebességváltó, abban ugye két kuplung van, hát mondtam, itt három kuplung van, meg két szintén kuplungszerű szerepet betöltő fék, és plusz a hidrodinamikus nyomatékváltó, ami tulajdonképpen a fő kuplungja az automata váltónak, és ezt az ábrát azért szeretném megmutatni, nem tudom, hogy mennyire le tudunk erre ráközelíteni. Ez mutatja azt, tulajdonképpen azt, hogy ez a BMW-kben, Jaguarokban, de több amerikai autóban is széles körűen használt 8HP váltó, ez a CETEF ugye a német gyárnak a terméke, hogyan is kapcsolgat, tehát itt látszik az, nem tudom, hogy mutassa meg, hogy látszik valamennyire? Megpróbálom, és itt fölültem az asztalra. Tehát itt vannak ugye a különböző fokozatok, 1-2-3-8 rükkverc, hogy éppen a különböző kuplungok és fékek közül melyik van éppen bekapcsolva, tehát ő ezzel kapcsolgatja a fokozatokat, hogy az egyik kuplungot nyitja, a másik féket zárja. Itt például ugye látszik, hogy első fokozatban ugye zárva van, ha minden igaz, az A, A jelű, most az a baj, már nem emlékszem, hogy az A jelű az mi volt, de majdnem mindegy, az A jelű, itt van az A jelű, az igen, az egy fék volt, a B jelű és a C jelű kuplung van zárva, bár szerintem a B is fék volt, na mindegy.
Igen, az is egy fék. Tehát itt az A és a B fék van zárva, valamint a C kuplunk, és akkor az egyes fokozat. És itt jön egy nagyon érdekes ábra még, ez az egész picike, ami azt mutatja, hogy mennyi fokozatot képes lényegében direktben váltani az automata váltó. Tehát ezek a modern automaták azért nagyon jók, mert viszonylag gyorsan tudnak bármely fokozatból bármelyikbe váltani. Egyszerűen azáltal, hogy ezeket a fékeket kapcsolgatja az itt általában alul elhelyezkedő hidraulikus és elektronikus, természetesen elektronikus vezérlés alatt álló hidraulikus vezérlőrendszer. Ez még azért nagyon fontos, mert ugye a Mazdának az új automatája, ugye nem ez, mert a Mazda saját automatát gyárt, annak tudom az adatát. Ők azt mondták, hogy a fogyasztási ciklus mérése során az áthidaló kuplung, ami azt a hidrodinamikus nyomaték váltót ugye rövidre zárja, ez a ciklusnak a 86%-ában zárva van. Tehát az összes kapcsolásokat belül ezek a dolgok játsszák le nagyon gyorsan, kivéve általában, ha valaki nagyon nagy gyorsítást akar elérni, mert ekkor történik az, hogy általában az áthidaló kuplung is old, hogy növelje a hidrodinamikus nyomatékváltó, növelje a nyomatékot, plusz ugye a kuplungok és fékek kapcsolásával az automata váltó is visszakapcsol, és ugye aki ma próbált egy ilyen új automatát, az tudja, hogy ez egy más világ ahhoz képest, amik a régiek voltak, egyrészt fogyasztásban is, másrészt a kapcsolások sebességében, látságában is. Tehát például nagyon fontos ezeknek a kuplungoknak, hogy többtárcsásak, a többtárcsás kuplungok mindig finomabban kapcsolnak. Ugye a motorkerékpárban, mivel ott ugyan ilyen kuplungokat használ a kuplunként, nincs is szinkron berendezés például ott a váltón. Tehát a motoros úgy vált, hogy simán nem kell ott egy szinkron gyűrű még, ami összehangolja a tengellyel a fogaskerekeket, hogy szépen ott menjen. Na most a fogyasztásról itt azt megmutatom ezt az ábrát még, hát ennél már azóta vadabb is van különben, ami azt mutatja ez az ábra, hogy a generációk haladtak előre, meg szaporodtak a fokozatok száma az automata váltókban, minden egyes fokozat mennyivel csökkentette a fogyasztást. Mennyit gondoltam a váltóról, még ha visszalépünk egyet, vagy előre? Ahol itt vannak, tehát itt látszik az, hogy mennyi alkatrészből áll. Itt van például, ez egy régebbi automata váltó, ez egy elég régi, 4 fokozatú, hátsókerékhajtásos autóhoz való automata váltó, ugye föl van ott írva. Itt látszik, itt van az olajszivattyú például benne, itt rá is van írva, hogy ezek a pumpának az alkatrészei. Itt még egy régi fékszalag látható, ahol nem több tárcsás kuplunggal, mint amit mutattam, egyébként van benne olyan is, mert látszik, hogy a kuplunként ugyanúgy itt több tárcsás kuplungot használnak, de például fékezésre ilyen, ezt a fékszalag, ezt a régi, erre a dobra fog rá fékszalagot használják, és akkor itt vannak a bolygókeréktartó, itt van a koszorúkerék, és itt tovább, tehát így épül föl egy automataváltó, elég sok alkatrészből van, nem csoda, hogy nálunk is főleg speciális műhelyek foglalkoznak a javításával, kicsit más, mint a kéziváltó, de szerintem ma az új automaták már nyugodtan felvállalhatók, már csak azért is, mert ha valaki mégis azt mondja, hogy ő nagyon meg akarja urasztani az autót, egyrészt ma már nagyon gyorsan, ugye mondtam, ezekkel a kuplung kapcsolásokkal nagyon gyorsan vissza tud váltani, de másrészt átvehetjük kézbe a vezérlést, ugyanúgy, mint a kéziváltónál. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett. Ha maradt kérdés, írjatok. Itt a citrom meg a narancs, elhoztam a kommentelő kollégának. Sziasztok, és iratkozzatok fel, ha tetszett!